Jégkorong csapatunk kapusa Arany Gergely igencsak különleges felszerelésben védi meg együttesünket a kapott góloktól. Kiválóságunk a Fradi TV-nek megmutatta, milyen eszközök segítik hozzá ahhoz, hogy magas színvonalon tudjon teljesíteni. A legtöbb sportágban fontos szerep jut a sportolók megfelelő felszerelésének. Kiemelten igaz ez a jégkorongra, amelyben minden csapatnál külön felszerelésmenedzser ügyel arra, hogy minden játékosnál a korcsolya, a protektor, az ütő vagy éppen a sisak a megfelelő helyen, minőségben és állapotban legyen. Meglátogattuk bajnoki címvédő Erste Liga győztes férfi hokisaink Pesterzsébeti öltözőjét, hogy utána járjunk, hogyan is néz ki egy felszerelésmenedzser munkája. Rettenetesen melós, ide hordják ugye a korcsolyájukat először, és hogy nyilván felszereti nem benne menni. Mindnek meg kell éleznem, nincs mese, nem tudom kikerülni. Ez az egyik, ez a legalapvetőbb, aztán mindenki ugye jön a botjaiért, póló, mez, mindenféle, ami csak létezik, ami szóba jöhet egy bemelegítéshez, egy edzéshez, az mind az én kezemen is átmegy. Olyan is előfordulhat, hogy nincs idő egy adott eszköz cseréjére, ilyenkor azt akár a helyszínen meg kell varni. Nincs ilyen gond az ütőkkel, amik viszont időnként eltörnek, így mindenkinek többet kell biztosítani a legkülönfélébb méretben, formában és stílusban. Például neveket szoktak rákérni, van aki gyerkőce nevét szeretni, ez például egy Villőke néven fut, ez a Hegyi Ádámnak az ütője. Már magában az is egyedi, hogy ugye hosszított az egész történetet, nem akár össze tudjuk hasonlítani egy teljesen viszonylag alapméretű bottal, hogy az azért jóval hosszabb, mint egyébként a többi, de hát ő ezt így szereti, így kéri. Neki egyébként is egy ilyen védőjátékosnak talán hosszabban ki kell nyúlni, és aztán ez így meg tudja oldani, nem kell pluszban még egy toldást belehelyezni, hanem alapból ő ezt így kapja a gyárból. Mérkőzés napon extra teendők is várnak a szakemberre. Ezt ki kell osztogassam, ez már úgy érkeznek be az urak, hogy már ez a fakjukba elő van készítve mindenkinek, nem hagyhatjuk itt, hogy nyilván, de van nálam pótmezés, tehát egy picit egy ilyen ünneplőbe öltözteti az ember a lelkét, és aztán már úgy érkezik meg, hogy de hiszen meccsnap van, oda van készítve a felszerelés azon felül is, ami egyébként mindig alapból megvan. Egy ilyen meccsmezzel így megspékeljük aznap a játékot. Ami még különösen melós lehet, az idegenbeli mérkőzéseken, ugye mindent nagy... vinni kell. Hát bizony. Ezt cipelem, ezt az egész hóbelabancot. Úgyhogy nem csak itt dolgozom ezzel, hanem mindenhol pont ugyanez látja el így a szolgálatot, akár ezt így bele is lehet egy picit kukkantani, nem kevés cucc van benne. Nyilván mindenki, aki csak ezzel foglalkozik, nem csak én, az valami hasonló szettet visz különböző megoldásokban, hát én azt látom egyébként egészen használhatónak, hogy mindig minden így nálam van, nincs az, amit oly véletlenül otthon felejtettem, ide be van készítve egy csomó hóbelabanc, kezdve ezektől, ezek teljesen alapfelszereltségek, amit minden pillanatban kell használni, de hát van itt egy ilyen, esetleg valakinek lekopik valami felirata, a csavar hiányunk van egészen odáig, hogy furcsa, érdekes csavarok is tudnak hiányozni, vagy pótolni kell esetleg egy korcsolya szegecsét. Úgyhogy hát ez itt az életem tulajdonképpen, ezt cígölöm naponta, ezt vizsgálgatom, megvan-e minden. A jól végzett munka természetesen nem csak a jégen, de a felszerelésmenedzser irodájában is kifizetődik, ugyanis ő is nélkülözhetetlen része egy sikeres hoki csapatnak. Ha fölnézünk oda a falra, hát minden termés. Bizony, minden napom így kezdődik, hogy itt van előttem. Nem csak a csapat számára, nekem is egy picit ilyen előremutatás ez, hogy bizony van értéke, vagy van értelme a munkálkodásomnak, hát ezt én kaptam. Ez itt az enyém. Nem úgy van, hogy a csapat kap egy-egy érmet, és akkor azt én így a háttérből nézegetem. Ez itt az én birodalmam, és az én aláírt mezőm, az én érmeim. Azt már jól látjuk tehát, mennyire nem mindegy, milyen felszerelésben korcsolyázik ki egy játékos a jégre. Kapusunk, Arany Gergely úgy döntött, idén szintet lép ezen a téren. A kapusposztnak a állása, hogy talán nálunk lehet a legegyedibb cuccokat létrehozni, minden kapus szeret tervezni, rendezkedni, színezni, rajzolni. Ez a lényeg sem vagyok kivétel, úgy gondolom minden kapusnak egy jelentős része az, amikor megkapja az új cuccát.
szokták mondani, hogy egy korai karácsony vezikezdetét, mikor megérkezik a cucc, és nálam sem volt másképp. Idén adott egy lehetőség, hogy kicsit lehet extravagánsabbat tervezni, és gondolom, akkor miért ne? Játékosunk saját maga tervezte új felszerelése dizájnját. Sok ötlet volt a fejemben, több napos procedúra volt, párommal sokat rajzolgattunk, nem túlzok, szerintem 10-15 rajz született. Volt ötlet, amikor csak egy Fradi címer volt, volt amikor a sas, volt amikor a régi Fradi címer, és végül valahogy ezt próbáltuk a kettőt ötvözni egy kicsit, és szerintem elég jól sikerült, bár ugye az ízlés válogatja. Kezdjük a lepkéssel, ugye, mint mondtam, ugye, itt lesz a kis félfradi címer. Az, hogy miért fél, ez mindjárt a mamuttól jobban kirajzolódik, hogy miért csak a fele van rajta. Csak ugye itt a sas, ahogy tépi föl, bár lehet, hogy rosszul csinált a mamuttól jobban látszik mindez. Ugye ez a botoson, ugye ez a szisztéma, itt már jobban látszik a sasnak az egész teste. És akkor ugye itt csak igazából... Igen, ez igazából fordítva, de így össze kell, hogy jöjjön. Így. De mindjárt ez a mamuttól jobban ki fog rajzolódni, hisz ott úgy van direkt megcsinálva, hogy összeérjen a kettő, és akkor látszik a nagy sas, ahogy föltépi a címert, és alatta, hogyha összerakod a lábadat, akkor kirajzolódik a Fradi címer. Egy kapusnál ugye mindenki vagy a mamutot, vagy a sasakot nézi meg először, nekem világéletemben fehér sasakom volt, és most kedvet kaptam, egy volt változásom, meg is említett, hogy végre kapus lett belőlem. Úgyhogy igen, az életem első sisak festése. Igazából nem akartam túlságosan túlbonyolítani, hiszen mivel a mamut és a kesztyűk eléggé extravagáns, így nem akartam, hogy esetleg túl sok legyen, vagy kiüss egymást a kettő. Úgyhogy igazából ezt egy fehér alapon akartam, csak egy szürke kis Ferencváros címer, egy szürke FTC felirat és egy zöld rács, ami talán egy kicsit kiemeli az egészet, és itt pár helyen még zöld. Bár jól látszik, hogy már ez is megsínylette két koronnyomot, de reméljük minél többet fog még a szezon során elakadnak benne. Ezt mi is reméljük, ha ugyanis így lesz, akkor játékos és felszerelés menedzser újra tavalyihoz hasonlóan komoly sikereket ünnepelhet együtt a szezon végén.